Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul otthon a gyerekkel mesékből. Nos, mielőtt elkezdjük, csak szeretnélek emlékeztetni, hogy egészen a járvány végéig él az 50%-os kedvezmény az online tréningeimre. Ezeket, illetve egy letölthető önéletrajz mintát lent a videó leírásában találsz. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Nos, én tudom azt, hogy a családok túlnyomó többsége a néhány órás bevásárlásoktól és talán sétáktól eltekintve a négy fal között tölti és éli a mindennapjait most. Ezért egy olyan módszert szeretnék bemutatni, amivel a család minden tagja bekapcsolódhat az angol tanulásba, és hogyha komolyan veszitek ezt a módszert, akkor nagyon-nagyon sokat fejlődhettek a járvány alatt. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezzel a módszerrel is szórakozva, tehát szórakozás közben tanulhattok angolul. Nézzük először azt, hogy miért tanuljatok angolul mesékből. Az első és legfontosabb szempont, hogy nagyon egyszerű a nyelvezetük. Nos, ezeket a rövid tartalmakat kifejezetten gyerekek számára készítették, tehát rövidebbek a mondatok, és egyszerűbbek a nyelvtani szerkezetek is. Tehát ideális esetben a kezdő nyelvtanulók is nagyon sok érdekességet és információt találhatnak ezekben a történetekben, és nem valószínű az sem, hogy minden második mondatban szenvedő és műveltető szerkezetekbe futsz majd bele. Nem fogod sosem azt érezni, hogy túl sok az ismeretlen szó, és ezért állandóan szótáraznod kell olvasás közben. A második számú indok, amiért nagyon ajánlom a mesékből való angol tanulást, pedig, hogy ezek a történetek rövidek és közérthetőek. A könyvekkel ellentétben egy mesét elég gyorsan végigolvashattok, és közben szórakozva tanulhatjátok az angol nyelvet. Az is igaz, hogy valószínűleg már találkoztál egy-egy alaptörténettel, hiszen ezeket a meséket szinte minden nyelvre lefordították már, de a történetnek az ismerete szerintem még könnyebbé teszi, hogy megértsd az angol nyelvi meséket, esetleg úgy, hogy lefordítod az elejétől a végéig az egész történetet, de az is lehet, hogy csak elolvassátok, átfutjátok és megbeszélitek a legfontosabb eseményeket angolul. A következő lépés az, hogy hol találhatsz ingyenesen letölthető angol nyelvi meséket. Nos, három nagyon jó weboldalt szeretnék mutatni. Természetesen ezeket is megtalálod, ha lejjebb görgetsz a videó leírásában. Az első weboldal, amit a figyelmedbe ajánlok, annak az a neve, hogy storynori.com. Én azt javaslom, hogy mindenképpen ezzel kezd, mert itt írott szövegben és audio formátumban is megtalálod a történeteket. Ez az oldal lényegében szerző és téma szerint osztályozza és csoportosítja az angol gyerekmeséket, tehát ideális nyelvtanulás szempontjából. A második számú oldalnak, amit a figyelmedbe ajánlok, ennek az a neve, hogy fairytalesoftheworld.com. Itt szerintem valamivel több mesét találsz, mint az első oldalon, de itt is igaz az, hogy minden egyes történet nagyon rövid és könnyedén érthető. A harmadik oldal pedig, amit a figyelmetbe szeretnék ajánlani, annak az a neve, hogy hellokids.com. Ennek az oldalnak talán az a különlegessége, hogy a mesék kis könyv formájában jelennek meg itt illusztrációkkal. Tehát, hogyha sikerült felkeltened a gyermekeid figyelmét, és megszerették ezt az angol tanulási formát, akkor a későbbiekben akár egyedül is folytathatják a tanulást ezzel a weboldallal. Nos, remélem, hogy találsz majd kedvedre való mesét, vagy talál az egész család majd kedvére való mesét, és fejlődhetnek az angol nyelv szempontjából a járvány alatt. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad, viszlát legközelebb!